Lányok, készen van az Lányok, elmondtam nektek, hogy még kicsik vagytok a híradónézéshez. Várjál, éppen most tudtuk meg, hogy két kocsi karamboloztak. Érted? Érted? Haj. Gyertek ebédelni. Jóban megyünk már. Te jó ég! Kiszökött egy oroszlán az állatkertből. Lányok, akármit lehetnek itt. Ez nagyon veszélyes csatorna, egy csomó rosszaság van itt. Inkább nézzetek valami mesét. Majd utána kimehetünk játszani. Persze, nyugodtan kimehettek majd játszani, de előbb ebédeljünk. Szedhettek majd még, mert még van bőven. Oké. Egy nagyon finom volt. Várj meg még engem, én még nem fejeztem be. Köszönjük, nagyon finom volt. Most már mehetünk ki? Igen, igen, mehetek nyugodtan. Álljatok meg! De nehogy kimenjetek a partra, mert nagyon veszélyes. Jól van, apa, tudjuk már, vagy 6-szor elmondtad. Most már hadd menjünk. És egyébként is semmi jelentősége sincs. Mi az, hogy semmi jelentősége sincs? Most azonnal álljatok meg. Tudjátok, mi történik veletek, ha kimentek a partra? Igen, meghalunk. Kiszáradunk. Hallottuk már ezt a sztorit vagy ezerszer. Igen, apa, most már hadd menjünk. Ti nem tudjátok, mi ez a halál? Nagyon veszélyes lehet. Úgyhogy véletlenül se próbáljátok kimenni a partra. Tényleg, nagyon-nagyon veszélyes. Értettétek? Remény van, nem megyünk. Ja, most már megyünk ki. Sziasztok! Aj, nem tudják, hogy mit jelent az, hogy veszély. Valahogy rá kéne nevelni őket. Tényleg nem hiszem el. Jaj, drágám, mi is ilyenek voltunk. Tudod, hogy minden gyerek kalandvágyó. Szeretik a kalandokat. De ez nem ilyen egyszerű. A kalandok veszélyesek. Ajj! Most hová megyünk? Hát ki a partra? Hát hová? De hát apa most mondta el, hogy akkor meghalunk. Honnan tudod, még meg se néztük. Nem, én nem megyek ki, biztos nem megyek ki. Nem akarok meghalni. Nem fogunk meghalni. Akkor mi lesz? Emberi változunk? Lehet. És ezt honnan hallottad? Csak gyere ki! Jaj, ne! Jaj, ne! Meg fogunk halni, meg fogunk halni! Ne csináld már, nem fogunk meghalni. Ha meg lehetne itt halni, akkor már biztos meghaltunk volna. De ez biztos. 100%-ban biztos. És honnan fogunk tudni járni? Hát nem tudom. Biztos csak úgy kell járni, hogy úszni. Ja, persze. Az elég után néz neki. Áj, nem hiszem el. Most hogy fogunk visszamenni? Az a baj, hogy félek, hogy eltévedtünk. Tehát nem is kell megtanulni járni. Ezt még hogy érted? Hát, hogy járunk. Nem is kell megtanulnunk. Ez nagyon szuper. De én félek, hogy eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Szerinted honnan tudtam, hogy hol van a sziget? Szóval te már voltál itt? Hát nem voltam, csak akartam jönni. Nélkülem. Hát de nem jöttem végül nélküled. Mondjuk meg anyáiknak és apáiknak. Rendben van, és tudod, mi lenne a jó? Na mi? Hogyha a kinti óviba járnánk, nem a víz alattiba. Komolyan mondod? Igen. Ez remek ötlet. És anyáik is dolgozhatnának itt. És csak este kéne lemennünk ide. Jó van, akkor menjünk vissza, és mondjuk el nekik. Anyapa, nagy hírünk van. Ó, mi az? Mi történt? Képzeljétek el,
Voltunk a parton! Te jó ég, a parton voltatok? Igen, igen, kérek, ne legyél mérges ránk! Te jó ég, és mit láttatok? Ó, azt hittem, hogy mérgesebbek lesztek. Hát pálmafát, rengeteg homokot, nagyon sok homokot. Drágám, képzeld, hol jártak a gyerekeink? Na, hol jártak? Hát a parton. A parton? Ó, te jó ég. Hát a part az csodálatos. De hát te mondtad, hogy veszélyes. Aj, anya, apa, ez nem játék. Tényleg voltunk a parton. Hallod ezt, drágám? A parton voltak a gyerekeink. Anya, ez most tényleg nem játék. Gyertek is, ti is nézzétek meg. Rendben van, akkor menjünk és nézzük meg a partot. Oké, én benne vagyok. Várj, most mit, tényleg ki akarunk menni? Igen, azt hittem, tudjátok. Miért, mire vártatok? Mi azt hittük, hogy csak játszátok. Nem, tényleg kimegyünk. Ajajaj, nehogy kimenjetek. Halálos. Ja, hát az előbb próbáltuk ki, és nem halálos. Igen, életben maradtunk. Lehet, csak később haltok meg tőle. Ki tudja, ez nagyon veszélyes. De a veszély az kaland. A kaland meg veszély. Úgyhogy nem. Nem mentek sehová. És mi sem megyünk. Hát rendben, én menni fogok. Ne. Ó, te jó ég, mindjárt megfulladok. Tök jól vagyok. Haj, kislányom, most azonnal gyere vissza. Nem jövök. Én meg megyek. Én is kint vagyok. Na jó, akkor én is megyek. Drágám, megőrültél? Nem mehetünk ki. Inkább ti gyertek vissza. Mi meg se próbáltuk. Ó, én is kint vagyok. Gyere te is. Na jó, jövök. Úgy látom, hogy mindenkinek sikerült. Most akkor most itt meg kell tanulnunk járni, vagy? De hogy is, drágám, már egyből tudunk sétálni, ahogy kijövünk. Ti, anya, te egy honnan tudod? Hát, tudjátok, én is voltam kint a parton. Rengetegszer gyerekkoromban. De viszont egyszer nagyon nagy vihar volt, és nagyon messze mentünk a barátaimmal. És akkor nagyon megijedtünk, aztán gyorsan visszarohantunk, és többet nem mertünk visszajönni. És titeket sem mertelek engedni. De tudom, hogy most már nem kell félni. Drágám, szóval te tudtad, hogy nem tudunk itt meghalni? Hát, de lehetséges, hogy mindjárt meghalunk. Drágám, ne félj már ennyire. Én volt, hogy több mint 2 órát itt voltam. Mi meg még csak 1-2 perce vagyunk itt. Na jól van. De szerintem nem kéne túl sok időt itt töltenünk. Szerintem is ellők vagyunk. Az embereknek lett kitalálva ez a hely. Jó, most mi is emberek vagyunk, de azért nem teljesen. Hát pedig mi arra gondoltunk, hogy ide járhatnánk óvodába. Hát nem. Nem, ti lent fogtok óvodába járni, de tudjátok, megbeszéljük anyával. Igen, megbeszéljük. És akkor majd eldöntjük, hogy járhatok-e ide, vagy nem, inkább beszéljük, megbeszéljük. De most inkább menjünk vissza. Na, gyertek ti is. Na, gyerekek, már elég késő van, úgyhogy menjetek fürödni, és utána pedig alvás. Te mi értelme fürödni a tenger alatt? Nem is tudnátok elképzelni, hogy mennyi kosz van a tengerben. Igen, úgyhogy csak menjetek fürödni. Szerintem semmi értelme nincs a tenger alatt fürödni. De az előbb mondták el anyáék, mert sok kosz van a tengerben. Na jó. Na jó, most már alvás. Na, nekünk is ideje lenne aludni. Várj, akkor mikor beszéljük meg az óvodás dolgot? Ja, tényleg.
Hát szerintem járhatnak nyugodtan abba az óvodába. Mégis mi baj lenne belőle? Hát figyelj, én meg arra gondoltam, hogy szerintem nem kéne abba az óvodába járniuk, hiszen sellők vagyunk, és a tengerben élünk, és érted? Tehát nem a legjobb ötlet, hogy ők most éppen oda járjanak. De drágám, nem kell annyira félteni őket mindig. Igaz, hogy sellők vagyunk, de félig emberek is. Az emberek is szoktak a tengerbe fürödni, mégse sellők. A sellők is mehetnek a szárazföldre, de mégsem emberek. Tehát szerintem nyugodtan járhatnak. Ó, igen? És az emberek miért nem járnak a tenger alá óvodába, hm? Hogy szerintem engedjük meg. Ha esetleg nem mégse tetszik nekünk annyira, akkor kiíratjuk őket, és beíratjuk a tengeri óvodába. Rendben van. De hogyha valamit is meghallok, hogy valami rossz történt, egyből kiiratjuk őket. Rendben van. Na de most már tényleg aludjunk. Oké. Reggel. Tisó, jó reggelt! Mi az? Miért keltettél föl? Nem tudom, hogy anyáik hogy döntöttek, de már alig várom, hogy megtudjam. Hát, ha járhatunk abba az óvodába. Ó, tényleg, de én még egy kicsit alszok, mert álmos vagyok. Né, fölkeltjük anyáikat is. Gyere, gyere, gyere! Anya, apa! Gyerekek! Nem ugrálhattok az ágyon. Igen. Már ezt elmondtuk, hogy milliószor. Na, hogy döntöttetek? Hát úgy döntöttünk, hogy járhattok a kinti óvodába. Igaz! De, hogyha valami baj történik ott, egyből kiiratunk. Oké, nem lesz semmi baj, megígérjük, ez az. Nekem még akkor se tetszik ez a kinti óvoda dolog. De láttad, hogy örültek. Nem azt mondtam, hogy ne járjanak oda, csak hogy nem tetszik. Ó, és mikor megyünk beiratkozni? Hát, szerintem ma valamikor. Izaz! Juhuu!